Kilégzéssel is terjedhet az influenza. Egy új kutatás szerint nem csak köhögés által kaphatjuk el a vírusokat. A témában köszöntjük a stúdióban dr. Jelinek Benjamin házi orvost. Jó reggelt! Jó reggelt! Az, hogy most kilégzéssel is terjedhet az influenza, az azt jelenti, hogy erősebbek a vírusok, vagy azt, hogy ez eddig is így volt, csak most már tudunk róla, vagy azt, hogy gyengébb az immunrendszerünk? Inkább azt mondanám, hogy ez rávilágítja az egész védekezésre, hogy mit tudunk tenni, hogy hogyan ne terjedjen az influenza. Tehát az influenzát igazából egyféleképpen tudjuk megakadályozni a terjedését, mivel akár így beszéd közben is valamennyi kórokozó a lég levegőbe kerül, és ebbe a víz cseppekbe, aeroszolba terjedhet. Ezt mutatja ki ezt a kutatás is, tehát hogy egy betegnél 50%-ba körülbelül kimutatják spontán kilégzésnél is, tehát például ebben az esetben is az influenza vírust. Tehát egyképpen tudjuk megakadályozni, a terjedését gyakorlatilag nem, mert ilyen egyszerűen is terjed, hanem úgy, hogy a betegeket tesszük, az embereket tesszük olyanná, hogy ne tudják elkapni a betegséget, tehát hogy védőoltást adunk. És hogyha már megbetegedtünk, akkor még érdemes a védőoltást beadni? Hát a védőoltásnak a betegség megelőzése a célja, tehát mindenféleképpen a betegség előtt. Most indul az influenza szezon, vagy most indul a járvány, körülbelül 2 hét kell a teljes védettség kialakulásához, egy elhúzódó járvány idején még most is van értelme az oltás beadásának. Lényegében nem kerülhető el, hogy elkapjuk? Az influenza... Vagy hogyan kerülhető el? Hogy... Mivel gyakorlatilag... A influenza járvány idején egy közösségi térben jelen van, mert biztos van egy beteg ember, aki üríti a kórokozót, ezért a megelőzési módszere, mert magát a embereket nem tudjuk mondjuk egy légmentesen elzárni a többi embertől, hogy megelőzzük a betegség kialakulását, azt úgy tudjuk megelőzni, hogy védőoltást adunk. Illetve aki a tüneteket érzékeli magát, az pedig nem megy a közösségbe és otthon marad. Megfigyelhető, hogy leginkább az aktív generáció között a gyerekek, illetve a dolgozók között terjed a vírus, mert nagyon ragályos. Tehát nagyon könnyen át tudjuk adni, ezért nagyon fontos, hogy aki a betegség tüneteit érzi magát, az maradjon otthon. De még itt is benne van a pakliban, hogy a beteg már akkor is fertőzhet, amikor magán még nem érzi a tüneteket a lappangási időben. Nehéz kiszűrni a társadalomban, felelősek vagyunk egymásért, tehát mind a munkáltató, hogy engedje el a beteget betegállományban, mikor a beteg érzi, hogy beteg, ő pedig maradjon otthon. Ezt akartam kérdezni, hogy a fertőző képesség, az a betegség elején, közepén a legerősebb, vagy mikor nem fertőz már egyáltalán? Hát amikor meggyógyulunk, körülbelül 1 hétig tart az influenza megbetegedése, tehát körülbelül addig vagyunk fertőzőek. Úgy kell mondani, hogy 1 hetet otthon marad, pihen az ember, meggyógyul, elmúlnak a panaszai, tünetei, láztalanná válik, abban marad a köhögés, akkor úgy nagy valószínűséggel rámondhatjuk, hogy már nem fertőz. Amire figyelni kell, hogy az influenza gyakorlatilag sokszor lebontja a szervezet védekező bástyáit. Az influenza fertőzés után, ami nagyon fontos, hogy szövődmények léphetnek fel, mert hogy ez a védekező rendszer meggyengül, kórokozók támadhatnak, nem vírusok, hanem általában baktériumok szoktak lenni, ezt hívjuk felülfertőződésnek. Ezek a szövődmények. A leggyakoribb is nagyon súlyos szövődmény lehet a tüdőgyulladás, meg az influenza vírus is okozhat tüdőgyulladást, de van, amikor egy baktérium telepszik rá, ez gyakrabban van, ez okoz fertőzés, vagy egy légúti, egy középfülgyulladás, vagy például egy arcüreggyulladás. Tehát, hogyha nem múlnak a panaszaink, 5-6 nap után is fönt állnak, feltétlenül forduljunk orvoshoz. Most az új kutatás eredményeképpen, ahol ugye kiderült, hogy lényegében a kilégzés is terjeszheti az influenzát, teljesen felesleges mondjuk többször kezet mostnunk naponta, meg egyéb olyan dolgokat csinálni, amellyel azt hisszük, hogy megelőzzük magát a betegséget, mert hogy a kilégzéssel úgyis, hiszen mindenki levegőt vesz, elkaphatjuk. Tehát mindenféleképpen, tehát a fertőzés elkapásához kell a fogékony személy, ha beoltjuk, nem lesz fogékony, vagy csökken a fogékonysága, kell egy közeg, ami ezt átviszi, és abba ez a kilégzett levegőben lévő vízcsepp, de ennek abba a kórokozónak meg el kell érni egy bizonyos mennyiséget azért, hogy betegséget okozzon. Ne úgy képzeljük, hogy egy darab influenza vírus jön, és akkor bemegy az orrunkba, és akkor betegek leszünk, meg ugyanígy egy baktériumnál se feltétlenül így történik. Minél nagyobb dózisba kapjuk a kórokozót, annál nagyobb az esélye a megbetegedésnek. Tehát azért, hogyha lemossuk a kezünket, ha betartjuk ezeket a higiéniás szabályokat, hogyha azért nem a világba köhögünk, akkor ezzel sokat tudunk tenni. Én nem vagyok beoltva, és soha nem voltam még beteg már, mint hogy influenzás. Akkor ezek szerint nekem eddig csak mázlim volt? Hát lehet az is, lehet, hogy a szervezet nem olyan fogékony a kórokozóra, de hát mindenféleképpen azt is nézni kell, hogy vannak olyan szervezetek, például egy idős beteg, akiknek például ingyenesen jár a védőoltás, krónikus betegségbe szenvedők, például cukorbetegek, szívbetegek, kismamák, akik jóval fogékonyabbak a betegségre, és például sokkal nagyobb kockázatot is jelent, sokkal nagyobb a szövődmény esélye.
náluk. Hány éves kortól kapják ingyen a védőoltást? Fél éves kortól már lehet oltani a betegeket, és akkor tehát a terheseknek, akiknek nagyon fontos az oltása, náluk sokkal nagyobb arányban alakulhat ki szövődmény a vírus hatása. De maga a védőoltás a magzatot nem károsítja? Nem, semmiféleképpen nem. Tehát ezek bevizsgált készítmények évtizedek óta használva vannak, és nem található. Tehát nem kell attól félnünk, hogy az oltástól az embernek baja lesz, leginkább helyi bőrreakciót váltat ki, ez a leggyakoribb mellékhatása. Az, ami nagyon sokszor előfordul, hogy mondják a betegek, hogy megkaptam az oltást, és mégis beteg lettem. Nem véd 100%-ba, azért nagy valószínűséggel nem influenzás lesz, de egyéb betegségeket elkaphat az ember, aminek ugyanolyan tünetei lehetnek, mint az influenzának. Ha már egyébként betegek vagyunk oltástól függetlenül, mit szokott javasolni, hogy érdemes egy picit hagyni küzdeni a szervezetet, hiszen az immunrendszer le tudja győzni ezt, vagy egyből valamilyen orvosságot kell erre bevennünk? Nem kell egyből orvosságot bevennünk, amit az nagyon magas lázat érdemes csillapítani. Nem azt mondom, tehát, hogy az ember jól tolerálja a magasabb testhőmérsékletet, nem feltétlenül kell lázcsillapítóhoz nyúlnunk egyből, mert az immunrendszer működésében mindenféleképpen szerepe van a láznak, ami nagyon fontos. Ilyenkor nem kopogunk át a szomszédbe, a szomszédnéni dugi antibiotikámáért, a szekrényből a múltkor be nem vett levél antibiotikum felét nem szabad elkezdeni szedni, azt mindig kössük, az menjünk le orvoshoz is, vizsgáljon meg minket orvos, mert egy vírusfertőzésre teljesen fölösleges szedni az antibiotikumot, akár mellékhatások is jelentkeznek, és semmiféleképpen ne keressük ezeket elő, ez egy nagyon fontos. Hát alapvetően várni kell türelemmel, amíg a láz elmúlik. Pontosabban, amíg a tünetek elmúlnak. Komolyan kell venni minden betegséget, tehát hogyha a közérzetünk tényleg nagyon rossz, forduljunk orvoshoz, kérjük ki a tanácsát. Sok esetben, legtöbb esetben az influenzán igazából az ágynyugalom, lázcsillapítás, egy tüneti kezelés, hogy a közérzetünk jobb legyen, azon kívül más kezelésre nincs szükség. Ön is úgy látja egyébként, hogy az emberek ilyen módon egyébként felelőtlenek, és nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy betegek, nem maradnak otthon, bemennek inkább. Tehát ilyen szempontból is azért terjed jobban mostanában a járvány, mert nem figyelünk oda másokra. Hát lehet akár ez a sok egyterű iroda is, akár az is közben játszhat meg, azért egyre zsúfoltabbak a közlekedési eszközök. De én azt veszem észre, hogy a fiatalok egyre egészségtudatosabbak, és egyre több munkahelyen van úgy, hogy mondták, hogy a főnök hazaküldött, mert látta, hogy beteg vagyok. Tehát ez egy érezhető változás, de ez biztos sok év, ameddig a fejekben ez átformálódik. Köszönjük szépen.